hoztuk a tudod. Jövünk ide, hogy egy jót bulizni, akkor beírjuk, hogy 60 éves keresünk, vagy 40 éves, hát mindig a 16 évest hívjuk. Utálom az álszentséget. Tiszta szívemből utálom az álszentséget. A 16 éves nőknél nincs szebb. Erre nem tudom mit mondani, vágod. Lehet, hogy ezeket már csak azért mondja, hogy reagálják rá, és lehet, hogy több nézője van így, nem tudom, de itt az emberek azok általában utálják őt, és csak azért írnak be oda. 16 évesen valaki nő, de én 23 évesen gyerek vagyok. Ezt tedd el a hátizsákba. Hörbi, hogyan lehet ezt szépen kifejezni? Hát, nem lehet szépen kifejezni. Sajnos, amit mondani szeretnék. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Kedves Deli Pitrke, neked szól a dalom. Egy egészséges, békességes életet kívánok neked. Ja, 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 ja. Sose legy, Peter, sok pénz is bírul, oké, jajajajajajaj. Úristen, ezt nem bírom, sajnálom. Maestro sötét oldala. Igen, itt valaki ezt jött, hogy ez igazi videó. Itt ezek a Two-Side-ék, vagyis a Two-Side-nek a barátja, mert múltkor meg volt sértődve, hogy összemostam őket. Tehát a Two-Side-nek a barátja, így viszont nem mosom össze őket. Csináltak egy ilyen videót, hogy a Maestro sötét oldala. És ez egy olyan videó, hogy külföldi videóból össze vannak gyűjtve ezek a kis anyagok, hogy itt beszélgetnek a Maestro-ék, meg minden, és akkor így megy alatt az ijesztő zene végig. Mert nem tudom, ez mitől ijesztő amúgy, vagy hogy nem tudom, ki a célközönség. Talán 3 évesek azok. Botránkoztatóak lehetnek. Én... Előre szóltam. Úristen. Én? Előre szóltam, hogy megbotrágoztató lesz. Júj. Maelstroy még gyermekkorában ismerkedett meg az internet világával. Hát szerintem a kokainnal is amúgy már ilyen ember biztos, hogy nem létezik. Úristen, megduplázódott a pénz, amit feltöltöttek nekem! De ugye, amikor látjátok ezeket a slots streamereket, hogy így reagálnak, akkor elmondom nektek, hogy az összes kamupénzzel játszik. Mindegyik kamupénzzel játszik. És ha lesznek olyan kaszinó streamerek, akik a saját pénzükből töltik fel a pénzt, és azokat nézik ilyen sokan, azt mondom, hogy respect. Bazd az összes pénzedet, bazd meg. Hajrád. Ja, ez meg a másik, hogy a Neymar is nyomja amúgy a kaszinót ezerrel. A Drake például a streamel, és nem tudom, a Neymar szokott a streamelni, de azt tudom, hogy nyomja a kaszinókat. Meg a Drake is, a Kicken nyomja steaket. Tehát a Drake-nek mi szüksége van még pénzre? Anita McSween. Például a verekedések, vagy a szexuális... Az Jaber! Ott a Jaber! Rámászott valakire. Nem, még elmúlt 18 éves. A verekedések vagy a szexuális tartalmak, de nem riadt vissza az agresszivitástól és a mondjuk úgy beitosodástól sem. Ez volt hát a sok mém alapjául szolgáló Maelstroy történet. Wow! Jó volt. Na, és erre akadtak ki ezek a srácok, akik csinálták ezt a videót, hogy a Dancsó is csinált róla egy videót, amit én amúgy már láttam. Biztosan és szerintem több információ hangzik el benne, mint a másik videóban, és minőségileg is jobb. Ennek ellenére ők itt elkezdtek sírni, hogy ez még a mai nap során törlésre került, de úgy döntöttem visszateszem, mert egyre több minket említő kommentet látok, és úgy érzem köszönettel tartozom nektek, hogy így kiálltok mellettünk. Dancsó kövi videója, Duck Season. The f**k you mean, bro? Láttuk mi is a videót, úgy néz ki, egy kis inspirációt adtunk Dancsónak, nincs ezzel semmi baj, azzal már inkább, hogy semmilyen kreditet nem tett a külföldi készítőknek, Pepezilla, Ryan Pictures, stb. És törli a minket megemlítő kommenteket. A végén még azt hittem, már azt írja, hogy ő volt a forrás. Ez egy kicsit izé lenne. De ő megjelölte ezeket a forrásokat? Ja, igen. He just sent me fucking 300k! If you haven't seen this dude on your For You page... You must be living under a rock. Igen, ez mind benne volt a Dancsó videóban is. Biztosan láttad már a TikTok For You-ban ezt a csávót. A róla készült mémekkel szinte már mindenki találkozhatott az utóbbi hónapokban. Bocsánat, átvettem a vibe-ot. És sokadjára is szellemileg visszamaradottnak tűnő furcsa lény.
Az úriember neve Andrei Burim, aki Melstroy művész néven alkot. A Fehér Oroszországból származó csávónak a Kik nevű streaming platformon körülbelül 500 000 követője van. A Kikről azt kell tudni, hogy az a platform, ahol összegyűlik az a csőcselék, akiket még a Twitchről is kitiltottak. A mai videóban bevezetlek titeket az orosz trash streamerek vadkeleti világába. Sértett vodka vérmű streamer bosszúval úgy beleverte a csaj fejét az asztalba, hogy eltört az állkapcsa. A csávó meg annyira nem volt bűnbánó, hogy utána a bíróságon a csaj arcába is nevetett, amikor megtudta, hogy csak 10 millió rubelt követelt tőle, mondván 40-et kellett volna. Aztán egy évvel később a csaj ugyanúgy szerepel tovább a streamjeiben, mert kellenek a követők. Ezután az eset után Maelstroyt... Wait. A csaj ugyanúgy szerep... Ez a kutyás cucc, ez nem full ebből a videóból van amúgy? Ain't no way! I slammed against the table, went to his stream a year later again! She even kissed him! I guess people can't... Teljes mértékben ugyanaz! Ugyanúgy szerepel tovább a streamjeiben, mert kellenek a követők. Az mondjuk elég erős. 4K-ban elkaptam a Dancsó Pétert, hogy konkrétan lementette a külföldi emberünknek a videóját. Hát ezt azért odarakhatnod volna Dancsó, hogy ő a forrás esetleg, nem? Nem? Még a kutyát is odaeditelte. Alapból megismertem, mert ez a srác ez is nagyon erős, előszeretette használja a Windows XP háttérképet. Ezután az eset után Maelstroyt minden létező platformról letiltották, és csak a Kik maradt neki, ahonnan nem kikkelik ki. És vajon ez is onnan van? He went to Dubai, Bali, and now he is in Turkey. Ezt is onnan másolta ki, hogy átment az országokon, ezt is láttuk. Ezért tovább lépett először Dubajban, majd onnan Törökországba, és onnan is tovább. Itt pedig Orbaszájba reklámozta a kaszinókat, amikkel jól megszedte magát. Dancsó videónál 10 perc, 5 másodpercnél. Ja, igen, a végén is. Ez a tévés cucc, ez ugyanaz, mint ahogy elindul az egész. Igen. Igen. Konkrétan, Dancsó, hát ne haragudj, nem akarod segbetni magad? Csak kérdezem. Semmi rossz indulat, meg semmi ilyesmi, de hát azért ennyi feliratkozóval Magyarország egyik leghíresebb tartalomgyártójaként azért belerakhatnál annyi effortot a videóidba, hogy nem csak letöltöd őket, vagy ha már letöltöd őket, akkor berakod a leírásba, hogy honnan a g***ből másoltad ki ezeket a tartalmakat. Ez kibaszott gáz. Ebb egyik két csajfejé csak 10 millió rubelt követelt tőle, mondván 40-et kellett volna. Igen, kurva sok hírességnek kifizette, ugye, hogy beszéljenek vele, meg bekövessék őt, faszom tudja, meg volt ilyen, hogy a focipályára be kellett futni Maelstroyos pólóban, és akkor kaptál pénzt. Hát elég érdekes dolgokat csinál. Az orosz iskolákban már Maelstroy mémeit tanulják a nebulók. Бля, пацаны, да я в седьмом классе отвечаю. Бля, давай. Amúgy mindegyik ugyanúgy néz ki, ez durván. Csá-csá-csá-csá. Vagy van rajtuk ilyen AI, hogy hasonlítson mindegyik a Maelstroyra, vagy az összes orosz gyerek így néz ki? Maelstroy egyik húzása az... Ezt most nem tudom eldönteni. És a két okosékat is utánozzák amúgy a gyerekek az iskolában, amúgy mutatok egy nagyon hatalmas klippet. Ezt inkább átmenjünk erre, mert... Megjöttek a két okos nézők. Itt vannak a két okos nézők, te hülye. W. Jó W. Azt is nyomják. És nyomja, geci, és nyomja. És nyomja. Jó, dupla V. Azt mondta W chat. És nyomják, hogy dupla V. Lekúrjatok fel, geci, lekúrjatok fel. Ők nyomják, egyből, geci. Hülye mondta, hogy dupla V. De nagy, de nagy. Dupla V. Gondolj bele, viszél feleltetni akar az irodalom tanár. Dupla V tanár úr, chat, chat, szerintetek feleljek, kimenjek felelni, chat. Tanár úr, most tudom, hogy nem tanultam, ez mekkora el, egyest adott a tanár úr, bazd meg. Ó, bazd meg. Van szíve, úristen, mindenkinek van szíve! Nem tud megsérteni embereket. Vannak itt zsidók a cseten? Vagy mosógép? Nők. Vannak nők a cseten? Vegánok vannak itt esetleg? Vagy meleg emberek? Itt? Jelen? Melyik vagy? Vegán? Jó, a vegánokat bannolj. Mi van még? Agyilag nem komplett. Na, ebben egyet tudunk érteni. De! Ennyit lehet tudni. Hogy? Ő a legjobb ember a világon, és soha sem lehet benne csalódni. Szeretünk Ice. Jézus úristen, bazdnek. Ez ilyen következtetéseket levonni egy emberről, akit nem ismersz, g***! Hogyha az emberünk p***fin lenne, az összes 13 évest meg tudná p***ni. Mindegyiket b***zeg, mert a legjobb barátjának hiszik őket, azt hiszik, hogy izé. Ó, szerelmem vagy, állj, szimádlak, úristen! És azt se tudják, hogy ki ez, nem ismernek belőle semmit. Azt annyit tudnak róla, amennyit magáról mutat. Szét b*** az ideg.
És nem azért, mert a két okossal csinálják ezt, bárkiről csinálták volna ezt a videót. No joke, mondom, sok ilyen gyerek van, aki azt hiszi, hogy a YouTuber a barátja. Nem vagyok a barátod! Azt se tudjátok, hogy ki vagyok. Annyit látok belőlem, amit itt a mikrofon előtt pofázok meg a kamerába. És amikor lekapcsolom, k***ra nem tudjátok, hogy ki vagyok. Tudom, hol laksz. Jó van, Boti? Kus. De most értitek, hogy mit mondok. Csak egy random ember vagyok az interneten. Most, hogyha valaki az én streamjemből levon egy ilyen következtetés, hogy én vagyok a legjobb ember, és kirak egy ilyet TikTokra, én elhányom magam. Szánalmamba elbújok az asztal alá, ha ilyet csinál valaki rólam, bazzeg. Úristen, geci. De amúgy az IC-k is, csak mondom. Tehát ezt ők is szánalmasnak találják, meg gáznak. Te vagy a legjobb. Nyilván én vagyok a legjobb ember, bazzeg. TikTokon is olyanokat írtak rólam, hogy olyan nagy szívem van meg, én lebuktattam ezeket a profilokat. Igen, de miért csináltam? Azért, mert a magyar törvények nem csinálnak semmit. Magyar igazságszolgáltatás nagyjából annyira jó, a WC-papírnak több haszna van, mert azzal legalább ki lehet törölni a seggedet. Haladjunk tovább. Nézzük, amit beküldtem, az megnyugtat. Szigma magával is. Jaja, Szigma mindenkinek. Szigma veletek. Mi a f***a miért írja ilyet Ágnes tanárnő, hogy Szigma? Tesó. Hoztam egy sapkát neked. De mondom, New Yorkban. Azt kérte, hogy hozzam el neked. Nagyon Trump. A legjobb helyen állt meg. Rossz országban van. Rossz? Rossz országban van. Még nem vagyok rossz országban. Rossz országban van. Hát ha így folytatjuk, nem sokára ott leszünk. De szégyellem, hogy Orbán Viktor a vezető, szégyellem. Na, milyen hergel tetszik lenni, nyugodjon már meg. Jaj. Jaj, ön a béke párti. Annyira sajnálom ezeknek az unokáit amúgy. Érted el, hogy az unoka meglátogatni, és ott is ezt kell hallgatni. Ez a legrosszabb, amikor családokat szét tud szedni a politika, mert be vannak hergelve. Persze, hogy be vannak hergelve, hát hogyha az a választás van nekik, hogy vagy rám szavaztok, vagy megdöglötök, akkor azért az öreg embereket eléggé könnyű ezzel bemanipulálni sajnos. Eléggé gázos. Szinte csak öregek vannak ott, hát persze, hogy csak öregek vannak ott. Fiatal demokraták szövetsége. Ezt jelenti a Fidesz, mint látod. És ez ők a fiatal demokraták. Órán kiengedte őt mosdóba, és akkor az osztálytársainak a figyelmét felhívta rá, hogy ne álljatok szóba az Emmával, hát nem normális, nem látjátok. Borihegyi Melinda is 9 éves lányom, Emma történetét tegnap mutattuk be. 9 éves lány ellen hergelte az osztályt a tanár. Az őt tanító pedagógus hónapokon keresztül verbálisan bántalmazta a kislányt, amit tagadott a szülőknek. A kislány viselkedése azonban megváltozott. Depressziós lett, öngyilkos gondolatai lettek, pszichológushoz kellett vinni, ezért az anyukája titokban hangfelvételeket kezdett készíteni, hogy megtudja, mi történik az iskolában. Újabb felvételeket mutatott erről a híradónak. Meg ki a f***omnak mondja, ha az tanárra nem számíthat? A pedagógus végig tagadta a szülőknek, hogy bántotta a kislányt. A hangfelvételekből azonban kiderül, hogy még az osztályba járó gyerekeket is manipulálta a történtekkel kapcsolatban. A meg kellett írni a megakadt a szorzótáblában, és csak a házi feladata felét írta meg. És akkor ez milyen hangjátok lehet nekem mondani? Kívánom, hogy látható a kérdőre. Azt hiszed, hogy köszönöm, hogy lekezdtél? De nem lehet szívni, hogy kívánom, hogy kikörítezed állat. Akkor biztos lehet. Ha még egyszer meghallom, hogy fölemelek rám a hangodat, oda megyek is kitekelni. Ez kurva jó. Így beszélt erről Emma osztályával. Egyet van a kemény a vallott, hogy rossz voltam a f***nának, és oda megyek A Hintalovon Alapítvány pszichológus érzelmi bántalmazást nem csak Emma, nem az egész osztálya elszenvedte. Az anyuka azt mondja, hogy sem az igazgatótól, sem az intézményt fenntartó Dunaújvárosi tankerületi központtól nem kapott segítséget. Nagyon rosszul esett, mert ők ezért vannak.
és ha már egy felsőbb szint nem foglalkozik ennyire ezzel, hogy egy gyermeket lehet bántalmazni az iskolába, és ráadásul nem csak gyermek, hanem felnőtt is, akire rábízzák meg közben a gyermeket. Szerintem akkor inkompetensek a munkájukban. Teljes mértékben egyetértek, csak engem kurvára felbasz, hogy egyáltalán nem fizetik meg az ő munkájukat. És ez kéri a több fizetést. Hát azért a legtöbb tanár, ez nem igaz szerintem, nem mindegyik tanár ilyen, de azért eléggé sok olyan tanár van, akik hát lehet nem kéne tanárok legyenek, hanem mondjuk inkább takarítók esetleg, de még lehet, hogy úgy sem, mert még érted, egy filt még mondjuk oda se engednék, tehát a gyerekek közelében még takarítani se. És nagyon sok olyan ember van, aki kihasználja a hatalmát a gyerekek fölött, tanárok közül is. Tehát van olyan ember, aki direkt ezért ezt a pályát választja, mert hogy szereti a gyerekeket, lehet, hogy túlságosan is. Nem fizetik meg a szar, de nem a gyerekeknek kéne levezetni. Kicsit hallatszódott a nő hangján szerintem, hogy már jó, de nem kapott. Ez lehet a probléma. A kormány által létrehozott nemzeti pedagógus karelnöke nem érti, hogy ez hogy történhetett meg. Hát ezt én sem. Ja persze, igen, mindig is voltak amúgy rohadék tanárok, meg lesznek is, csak itt ugye úgy kezdődik a probléma, hogy például nálunk is volt ilyen. Kurvára nem volt hajlandó tanítani, soha, lófaszt sem, de nyilvánvalóan azért mindig mi voltunk a szarok az órán, de ötvenanyagot nem adta le egyáltalán, tehát játszottunk az órán nagyjából mindig. Ez már alapból elég szar, hogy bemész egy órára, és folyamatosan csak metinkettőzöl. Nem tudom, azért így az évek során egy ilyen 160-as szintű variort sikerült kihúznom egy metinkettő szerveren, aztán tisztelt tanár úr letiltotta a szervert, szóval többet nem tudtunk felmenni rá sajnos. De ja, hát így a tananyag az nem volt meg, azt így nem mutatta meg. És mi ezt jeleztük az igazgatónak, és mi voltunk lebaszva. Mindegy. Meg hát amúgy kurvára nagy tanárhiány van, mert most ilyen fizetéssel őszintén ki a faszom akarna tanárnak menni. És már a legidiótább embereket is fölveszik, ez meg ugye annak a rovására megy, hogy gyerekeknek, itt azért gyerekekre vigyáznak, tehát azért olyan kompetens embereket kéne felvenni, akinek így konyít valamennyire a gyerekekhez. Egy picit esetleg. Pár óráig nagyon menő ez, hogy játszol, de érettség idejére nagyon kijön az a sok hiány. Nekünk 4 éves programozás anyagot kellett 1 év alatt bepótolni, mert Covid alatt tudod, mennyit tanultunk. Covid ide vagy oda nálunk, még itt nem volt Covid, amikor ez volt, amit itt meséltem. Bejártam az órákra, meg minden, és nem tanítottak meg semmit. Mérgező méz. Egyenesen Nepálból érkezett ide. Van egy bizonyos méhfaj Nepálban, ami olyan mérgező virágokból gyűjti össze a nektárt, ami neurotoxinokat tartalmaz. Ezt a mézet pedig magas sziklákon mászó emberek gyűjtik be az életüket kockáztatva. Köztudott tény, hogy ennek a méznek a fogyasztása legális a legtöbb országban, ugyanakkor lehet ártalmas is. Mivel halucinogén anyagokat tartalmaz, 15 gram után bizonyos emberekre ez a mennyiség már mérgező is lehet. Kérek volna 20-at. Kóstoljuk meg. Ez van itt a csomagolásban, és reméljük, hogy ez nem egy átverés. Ennek az 50 gramnak is amúgy elég borsos ára volt. Nem bíz illatta van amúgy. Én félek ettől, olyan szagja van, mint a ragasztó lenne. Komolyan. Nagyon növényi illat. Ez amúgy tudod milyen? Ez amúgy nagyon vicces, mert ők gyerekeknek csinálnak videókat. Azt mondod, hogy halucinogén. Tehát, hogyha most egy halucinogén dolgot megesznek videóban, mondjuk oké, legális, mert lehet, hogy legális, mert lehet, erre pont nincs meg jogszabály. De most ez amúgy nagyjából olyan, mint hogy benyaltak volna egy bélyeget. És nagyon erős. Nem. Tudom, milyen virágíz van. Ez egy 15% mézíz, 85% ilyen full virág. Mint egy virágszilmot így a szádba vettél volna. Hát mindenképp lecsillapítja a testet, tehát a vérkeringésed az lelassul. Szóval most várjuk, hogy be fogunk állni. Valószínűleg nem lesz semmi bajunk tőle. Hol a többi videó, bazzeg? Mérgező méz. Hol van? Hol van? Akarom látni a Mester Istvánt, hogy be vannak állva. Ez a világ legjobb kontentje. De hogy TikTok? Miért raknák ezt ki TikTokra? Ezt nem is ők rakták ki, hanem valami random ember letöltötte a YouTube-ra, ezt kirakta. Szóval most várjuk, hogy be fogunk állni. Valószínűleg nem lesz semmi bajunk tőle. Azt hiszem, kimaradt még egy dolog a videóból, ami egyenesen felúra jött, és ez nem más, mint... Nem Pálinka! YouTube fasz! Megérdi, hogy ezt benne hagyom a videóban. Sperma! Ez itt a nyers birkaszem. Fúj! És hol van, hogy be vannak állva? Egy következő, remélhetőleg nem ilyen drága videóban találkozunk. Jó, nézzünk utána ennek, mert berendelem. Nepal Rare Hallucinogenic Honey. No way. Himalájai Mad Honey Nepálból. 60 000 forint. Ókorban fegyverként is bevetették, hiszen jelentősen befolyásolta a háború kimenetelét, ha az ellenséget sikerült csellel rávenni ételfogyasztása. Á, tesó! Ez kell nekünk!
Hát nem tudom, lehet, hogy külföldről rendelem meg inkább, annyira nem bízom ezekben a cégekben, aminek ilyen magyar telefonszáma van, meg .hu-s doménje, de amúgy igazából Genevában vannak bejegyezve, bazd meg. Nem tudom, az egy kicsit olyan érdekes nekem. Ki a baj? Heaven. Az jó, oké, az nem hit. Természetesen az se hit. És egy másodperc múlva meg is halok, fiam. Az se volt hit, miért lett volna az? Nem, az se volt hit. Kirgisztán. Szerintem. Valami falu itt. Abból tudtam, hogy a Google autónál lent volt kettő ilyen rail, amit most már nem tudok megmutatni nektek. Ilyen sínek voltak az autón, meg hát hogy a Cyril betűkkel beszéltek. Legyetek jók? Köszi mindent, srácaim. Császtok, jó ét? Jó ét. Cső! Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon. Ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.